Sziasztok, Sastas vagyok, és ez most a Sniper Elite V2-es gameplay következő része. Vágjunk is bele. Most szerintem belaggoltunk. Elég erősen belaggoltunk. Somewhere outside Berlin, Wolf and his Russians were getting ready to wipe out London. But I still... Most tesztelünk is egyébként a gépet, mert renderelek egy videót, aztán feltöltök egy videót, és most még ezt a videót fel is veszem, úgyhogy elég erősen laggyanús most ez az epizód, ezért bocsánat, de mennyivel menőbb élesben tesztelni, mint hogy erősen lagos. Élesben tesztelni, mint hogy fogtam volna egy videót, amit úgysem töltöttem volna fel, és aközben játszottam volna el mindezt, úgyhogy lehet arra számítani, hogy meghalok, többször meghalok, mint szoktam, ami alapvetően sem egy ritka jelenség, úgyhogy nagyjából erre lehet számolni. Kezdjük az elején. Egy tankot kilőttünk. Ha nem tartom vissza a levegőt e betűvel, akkor nem mutatja annyira jól a kiekem a dolgokat. Ő ez erősen lagos így. Igen, ha ebetűvel visszatartom a levegőt, akkor sokkal intenzívebben, sokkal jobban mutatja a kiekemes dolgokat. Érzésem, hogy én ettől idegbajt fogok kapni, úgyhogy mindjárt a renderel is leállítom. Szerintem azt mondom, hogy fejbe lőttük. De akkor kilőjük a gerincét. Bocsássatok meg egy picit. Na itt is vagyok. Leállítottam a... leállítottam a... nyilván nem fogom tudni kimondani. A renderelést. És egy kicsit simábbnak tűnik a dolog. Akkor tölts újra. Egyébként visszanéztem néhány videómat. Sok olyan lehetőséget kihagytam, mikor ugye ilyen hordókat ki lehetne lőni. És a videóban érdekes módon teljesen természetesnek láttam, tehát szinte egyből észrevettem, hogy hol van ilyen hordó. Például ez. Ugye nem hordó, hanem egy jármű, de ugye itt a környezetében ami van, az itt ettől hajlamos meghalni. És ezért ezeket jó szét lövöldözni. Valami sniper lövöldöz, úgyhogy szólnátok ahhoz, hogyha azonnal gépfegyverrel eltalálsz. Tényleg. Én nyilván nem találom el, mert ő onnan lő rá. De ezt megbosszultuk. Felnyitottuk a koponyáját elő-hátul. 155 és fél méteres headshot volt. Ez is. Júj! Kiesett a szeme, láttátok? Még szerintem nem kiesne egy ilyen lövéstől a szeme, hanem konkrétan meg sem isülne.
De higgyük el a játéknak, hogy csak kiesett. Mert milyen kedvesek és szerintem. Né, egy ruszki. Multipli ruszki. Jó, ezek majd kovatlanak. Így ezeket a fejbe akarom lőni, azok a fejére kell, hogy célozzak. Ez igazából csak ennyit jelent. Na ez meg egy német. Németek. Multiple németek. Iha, de sokan vagytok. Öltsünk újra. Szedjük ki először azt, aki az ablakban figyel. Kuppak. Minusz. Harminc kilométernyit lőttünk. Nincs csak kipújnék onnan. Na azért. Igen, ennek is a falon koppant a másik vége. Hova mész? Hova futsz? Mondd, hogy hello, mész. Ups. Még egy szemütét. Levelet kaptam. Na. Itt, ott. Aha. Állj hát meg! Tessék! Remélem így a fél oldalad nélkül kevésbé fog szaladni. Nyilván, első lövés, amit kapok. Ouch! Ah, szia! Olyan messze vagy. Két vonal. Mondom én, egyet alá, egyet fölül, egyet pedig. Az egy bevált tüzérségi taktika. Közelebb van ő csak egy vonal. Látjátok, ilyen precíziósan rommá törtük a koponyáját. Neki meg azt a jobb szemének annyi. Hát úgy igen. Én kicsit máshova számoltam, hogy érkezni fog a lövedék, de ezen már fenn sem akadok, ugyanis ez tapasztalatból adódóan részek óta így van, hogy én úgy érzem, hogy a lövedék érkezni fog valahova. Hopp, itt egy fritz. De itt ez nem fedezik, köszi.
Nyilván. A lövedék meg gondolja, máshova fog érkezni. Kicsire nem adunk nagyra, minek? Megpróbálom megvárni, hogy egy kicsit egy vonalba álljanak. Hát, ha sikerül egy ilyen kettő gyilkosságot végrehajtani. Én túl sokat lúlosztam mostanában. De hogy? És úgy gondolják, hogy ott vagyok. Na, vajon meddig gondolják úgy, hogy ott vagyok? Nézzük másodpercekben. Nem tudom, ha eltűnik onnan az árnyékom, akkor veszítenek el, vagy mindig azt gondolják, hogy ott vagyok 15 másodperc. Fél perc. Findet ihn. Ja, ez így nem számít halálnak, hogyha többi nem látott ilyet. De én csak meghalnék tényleg most. Júj! Komplett agyműtét. Szemtől fülig. Fogászati előkészítő. Ne lövöldöz már ilyen gyakran, nem tudok rendesen eltalálni. Köszi. Valaki itt elhagyott egy gránátot, aranyat. Már 5-öt találtam 100-ból, ahogy láttam mindegyik pályán lennett hivatalosan 10, ez a 8. vagy 9. pálya. Valószínűleg nem találtuk még mindet. De hát azt hiszem, hogy lépjél bele a tűzbe. És egyébként olyan random. Amikor egy komplett lángoszlopon átmentünk, semmi bajunk nem lett, most ráléptünk 2 cm tűzre, ott. Nem is látszik, én gondolom itt is pont ugyanolyan tűz lesz. Igen, ennyi tűzre, és azt mondta, hogy jaj, au.
hogy a sejtes úgy nem is kell keresztül menni. Lab. Azt hittem még mindig van ilyen hangzavar. De volt vagy nem volt? Valakit még mindig keresnek, de azt nem tudom, hogy itt most volt hangzavar vagy nem. Most elvileg volt. Tarkó lövés volt. Ennek oldalt. De legalább egy ott van oldalt, egyébként lehet, hogy képezik a fészekbe. Egy vonal. Ez másfél vonalat mutatott, de úgy láttam a szívét sikeresen. Nem, volt egy nyakát keresztül. Hát... segítjük a mozgásban. Nem kell aggódni a mozgásszellő megbetegedések miatt. Csibolya nélkül nehézkes mozog. Haj, hát meg. Moving headshot, 330 pont. És nem bújt elő, nézzétek. Van egy ott az oszlop mögött, ott, ott. Játék szerint nem, egy, nem eléggé. Zoo Fighter. Na? Na lőttök. Azt se látom honnan lő. Ezek így random lövöldeznek? Csak az a viccesebb, mikor egy ilyen lövöldözés hullám eltalál. Ilyettől a játéktól még ilyet nem láttam, de... más játékoknál fordult már elő az a vicces eset, hogy úgyhogy semmiből szétlődtek. Sniperrel lövöldöz, onnan szerintem. Kiabál, ott vannak. Legalább kettő vagy három külön Allu-Fritz. De döntsd már el, hogy hova ugrálsz. Na. Kukucs. Segítek, most már hátul is van szeme. Így a harc érték előtt a katonának. Ha.
lőröm valami random helyről. És nem olyan random, mert el is talált. Szerintem ez megint nem a feje volt, de hát... Ilyen... apróságok a játékot nem érnek ki. Kukucs! Körbenéztél, hogy az épületben nem vagyok-e? Megállapítottam, hogy ráugrítél. És ráadásul moving targetre ment az incapacitation. The room was a mess. The Krauts had gutted it. All the papers were taken or burnt. There had to be something here that could help. Elvittek mindent, de mi biztos találunk valamit, mert mi hős amerikaiak vagyunk. Jegyzett. It's an old trick, but a good one. És átsatírozzuk a lapot, mert a jegyzettömnek az utolsó lapját nem égették el. This had to be Wolf's escape plan. But before I could keep my date with that maniac, I needed to stop the V2 launch. There was nothing here to help me with that. My only chance now was the ministry building across the square. Hát kell mennünk abba a buildingbe. Bár gondolom ez a náciknak nem fog annyira tetszeni. Nincsen ablak, amiből lövöldözhetünk, úgyhogy mindenképpen. Az igen, akkor meg a besélt konkrétan. De, titeket nem érdekel, hogy én itt lövök? Szerintem meghalnám. Tényleges tűzelő jóval nagyobb, mint a sniper. Aha. Szívem ment. Nem hiszem, hogy fejbe. Hogy még ez is fejbe lőtte? Aha. Az kemény volt. Lesznek itt még sniperek, amik megpróbálnak majd minket megölni.
szinte biztos vagyok, hanem ott lesz fent, akkor ott oldalt. Kukucs! Ő kinézett. Mi visszanéztünk rá. Fire! Lőd szét a falat! Te is lőd szét a falat. De mit elvesztek? Tessék! Nem volt elég gyors. Lőni szét az egyik fület. Átfutsz oda és megállsz. Mondom, megállsz. Ne bújjál le. Szóval. Egyébként teljesen érdekes, ugye nincsen tökéletesen megvilágítva a szobám, ami többek között annak köszönhető, hogy ilyen kis asztali lámpákkal világítottam, hogy legyen egyáltalán fény. És ebből adódóan, ha a monitoromon a fény megváltozik, akkor látszik, hogy felvillan az arcom, nagyon érdekes. Legalábbis számomra, lehet, hogy számotokra akár az idegesítő is lehet. Én mindenképpen az érdekes szót használom rá. Nem tudom, milyen jövök fel ide, de úgy látszik, jó fele jövök, tehát így. Az egy amerikai filmes trükk, hogy mindig felfele kell menekülni, mint egy arany. Úgyhogy gondoltam, most kipróbálom. És látjátok, tényleg bejött. Aki felfele fut, az megtalálja azt, ahol mennie kell. Ez beteg. Ops, ezt megmentjük. Ne égél el, papír! The map showed all the possible launch sites around Berlin. Only one was still operational and in Russian occupied territory. That had to be the place. Lehet, hogy az oroszokhoz németeket írtani. A reflexünk igen jó. Szemben volt egy sniper. Sipka! Gyakorlatilag a távcsövén keresztül szembelődtük.
Még kettő hőhöldözik. Ott valahogy mondom. A másik, hogy nyilván pont az ellenkező oldalon. Ups, szia! Megvagy. Na, oda sejtettem őt, de végül is ott is jó. Van szakadva a tető, hogy ne tudjunk keresztül rohanni a könnyen. Hopp, még ketten. Az anyátok picsája. Mindjárt megölnek. Azt én nem szeretem. Az agyfelője szétrocsantott a kupola tetején. Ott vagy, látlak. Te is két vonalas vagy. Csak ez szimpla film lesz. Nem! Színen lőttük! Hide and mighty! Tiszta érdekes achievementek vannak a játékban. De egy arany. Mondom egy arany. Itt is átjutottunk. Veterán sniper, hűha. Viszont a mai részünk ezzel le is zárult. Köszönöm a figyelmet, ha bármi kérdésetek van, dobjatok egy kommentet alulra, illetve ha tetszett a videó, lájkoljátok, hogyha további tartalmakat szeretnétek tőlem látni, illetve értesülni a legfrissebb posztjain, hogy iratkozzatok fel. Én Sastas voltam, sziasztok!